Először megvizsgálom, milyen korcsoportnak kell írnom, leellenőrzöm a pedagógiai irányelveket, azt, mit kéne tudnia ennek a korcsoportnak. Néha elmegyek egy óvodába is, és megnézem, hogyan tanulják a környezetvédelmet vagy a matematikát, majd leülök és elkezdem az írást. Aztán fejezetről fejezetre haladok. Először leírom, hogyan fog kinézni a kép, aztán leírom, melyik helyek lesznek aktívak. Végül megírom, ki mit mond. Ezután a szerkesztőhöz kerül, majd az illusztrátorhoz, néha vissza is küldik a könyvet. Úgy gondolkodni, mint egy gyerek, számomra sosem jelentett nehézséget, hiszen nem felejtettem el, milyen volt gyerekként gondolkodni. A gyerekek csak vidámságot és színeket akarnak, olyan képeket és történeteket, amelyeket ismernek, helyeket, amiket felismernek. Nem olyan könnyű, nem túl nehéz dolgokat írni, és nem olyan könnyű vicces dolgokat sem írni. Talán ezek a részek a legnehezebbek a munkámból.